Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Itt, ezen a képen látható középen ez a papír tekercs. Ez utalhat ugyan szerződésekre is, de jelent egy hírt. És miről van szó ennél a jóslásnál? Ő vár arra, hogy jelentkezz nála. Itt ez a kártya jelenti az ő jelenlegi tartását, vagy az ő helyzetét. Ő tekint egy új irányba. Itt van ez az arany golyó a kezében, ez utalhat jó ötletekre, az ő kisugárzására, itt megvilágosodik valami, lehet ez a háttérben egy teli hold is, vagy egy felkelő nap, tehát itt lesz egy új kezdet, jelenti azt, hogy nála megvan most ez a pozitív gondolat, ez az ötlet, tervez valamit. Itt a másik kezében van ez a bot, ami szimbolizálja a tűz elemét, akkor tényleg itt a napról lehet szó, a felkelő napról. És a tűz eleme jelenti az ő bátorságát, a lelkesedését, és itt lesz most egy új irány. Itt előtte még van ugyanez a fal, tehát jelenti még a korlátozásokat, de amit ő tervez, amilyen irányba tekint, az jó, tehát vannak nála jó ötletek, és ő nyilatkozni fog. Amit ő most tervez, az fog téged lelkesíteni. De jelen pillanatban még olyan várakozó figyeli az eseményeket. Itt látható ez a folyó, az azt jelenti, itt folyamodni fognak az események. És ez a víz szimbolizálja az érzelmeket, de még van itt egy fal kettőtök között, és neki még nincs meg ahhoz az ereje, hogy itt felmásszon a falon, és oda jusson hozzád, hiszen itt fent ez a ház utal a te otthonodra, vagy utal közös célokra. Ez lehet egy közös otthon is. Ő arra vár, hogy te eltüntesd ezt a falat, nyisd ki itt az ajtót előtte, hogy jöjjön hozzád. Legyen egy meghívás, vagy legyen itt egy hír, légy nyitott érzelmekről beszélni, akkor nála könnyebb lesz a helyzet felvenni veled a kapcsolatot. Ezen a kínai kártyán látható a császár. És ez a kínai császár uralkodik a kelyhek felett. És a kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. Jelenti az ő tartását. Ő uralkodik a saját érzelmei felett. És ez azt jelenti, ha olyan a helyzet, hogy neki előnyös az, hogy kimutassa az érzelmeit, akkor ezt meg fogja tenni. Ha viszont úgy gondolja, jobb lenne az érzelmeit elnyomni, titokban tartani, akkor így fog viselkedni. Itt látható, hogy előre mennek az események, de ő még olyan bizonytalan vacilál, tegyen vagy ne tegyen. Itt a kettes számról van szó, tehát rólad és róla, és a párkapcsolatban előre fognak menni az események, de ő fél, hogy itt leesik, hiszen látható, hogy valamit egyensúlyoznia kell. Itt az érmékről van szó, az jelenteti az anyagiakat, vagy a munkáját is, de jelenti a belső értékeket, hiszen te értékes vagy számára, de ő is szeretné azt hallani, hogy ő is értékes számodra.
és hogy viselkedj vele szemben. Itt voltak a múltban még nehézségek, kihívások, de mindketten áttettétek ezen magatokat. És itt érezhető a levegő eleme, ami jelenti a könnyűséget, a szabadság érzetét, az ötleteket és a kommunikációt. Tehát lesz itt egy fontos beszélgetés. Amit itt a lepkék jelképeznek, ugyanúgy, mint az ősi kultúrában, az utal lelki dolgokra. Itt megvan köztetek ez a lelki kapcsolat mély érzelmekkel, és a lepke utal a transformációra is, tehát itt lesznek változások, megújulások. Amit tenni tudsz, mérlegelt te is itt a dolgokat, mint ahogy nála is fontos itt az egyensúly, és felteheted te is a kérdést, tegyem vagy ne tegyem. Ha megértemli azt, hogy írj neki, vagy legyen egy meghívás, akkor tedd ezt meg. Ha ő megbántott téged, akkor érdemes várakozni, amíg ő jelentkezik, hiszen kell, hogy bocsánatot kérjen tőled. Fontos itt a belső egyensúly, és hogy te is mérlegelni tudd a dolgokat. Itt a 10-es szám azt jelenti, hogy lesz itt egy új kezdet, vagy egy új irány, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Ez lehet egy munkahelyi változás, rendezni tudod az anyagiakat, hiszen itt az érmékről van szó, de ami a párkapcsolatot illeti, itt meg lesz a biztonság érzete, hiszen rendezitek a dolgokat. Azon kívül az érmék jelentik a föld elemét, és a föld eleménél mindig reális dolgokról van szó. Tehát nem csak álmodozásokról, hanem itt valami megvalósul kettőtök között. Itt látható egy idősebb férfi, nagy tudással, bölcsességgel, lehet, hogy valaki tanít téged. Vagy az élet iskolája tanít meg benneteket arra, hogy javuljon a helyzet, hogy megértsétek egymást, hogy meglegyen a bizalom, a kommunikáció. Ez a kép jelenthet tudást, vagy továbbképzést is, és akkor az kihat a munkahelyi dolgokra, ahol itt látható már ez az új kezdet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!